Amikor 3 vagy 4 évvel ezelőtt egy művelődési házban dolgozó lelkes munkatár fölkért minket arra, hogy mi lenne, ha a Nyári Krisztiánnal közösen csinálnánk egy estet, úgy, hogy azokat a szerelmes verseket, amiket mi énekelünk, valahogy összeraknánk, összeolóznánk azokkal a háttértörténetekkel és a költőkről megírt epizódokkal, amiket Nyári Krisztián a nagyon sikeres Így szerettek ők könyveiben publikált. Vermes Laurának hívják, aki ezt az ötletet annak idején kihozta, és akkor most azt mondta, hogy legyen egy fesztivál produkció. És akkor megkereste Krisztiánt is, összeálltunk, és akkor de hát a Városmajor színpadon nem lehet az, hogy valaki csak úgy beszélget a versekről, mi meg muzsikálunk. Nagyon érdekes dolgok derülnek ki, hogy néha összhangban, néha pedig abszolút kontrasztban van a költő habitusával az a vers, amit ő leír. De hát számunkra a vers, a produktum a lényeg, mi azt énekeljük, és ott pedig megelevenedik néhány háttér információ, és szinte magunk előtt látjuk a költőket. De hát megszületett az az est, ez a Városmajorban van, és Nyári Krisztiánt meghívtuk ide a Kaláka versudvarba, és Krisztián lesz az, aki mint egy moderátorként a mi szerelmes dalaink mellett itt lesz, és mondja azokat a sztorikat, amiket ő a költőkről tud. Mi is összeállítottunk egy olyan lemezt, aminek az a címe, hogy Szeretlek, Szabó Lőrinc verse nyomán, de amikor a Nyári Krisztiánnal közös estünk lesz, akkor csak arról, hogy azzal fogunk játszani. Szeretlek.